Hálaadó szentmisével indult a tanév a Premontrai Technikumban. Az elmúlt években folyamatosan nőtt az iskola létszáma, és az idéntől a tanári karba is több új kolléga érkezett. A szentmisét az intézmény tantestületéért és diákközösségéért ajánlották fel. Bacsa Dávid, a kis Szent Teréz plébánia káplánja útravalóval látta el a tanulókat. Rá kell döbbennünk arra, hogy nem szabad naívnak lennünk. Nem vagyunk tökéletesek. Nem vagyunk sokszor nyugodtak. Tudjuk magunkról, tudnunk kell magunkról, hogy mik azok a helyzetek, amiből a rossz édünk kerül ki győztesen. És ehhez kell az okosság. Ehhez kell a bölcsesség. Hogy ne a rossz kerekedjen felül. A Premontreiben 79-es kezdte meg a tanévet. Az intézmény egyre népszerűbb, az informatikai és egészségügyi képzésre sokan jelentkeznek. Az iskolában kiemelten fontos a hitélet is. A diákok a 2,5 hónapos nyári vakáció után már várták, hogy találkozzanak osztálytársaikkal és tanáraikkal. Jó az osztályközösségünk, így most már harmadik évre nagyon jól összeértünk. Első évben még voltak nehézségek, de most már nagyon jó. Az iskola közösség is jó, egyre jobb, most már szünetekbe fogják elünk röpízni, egy tök jó kis társaság kialakult, szóval nagyon jó. Az új tanév 2024. június 21-éig tart. Az első fél évet 2024. január 9-én zárják, és az idén is lesz őszi, téli és tavaszi szünet. A keszthelyi intézmények a tanulás mellett most is igyekeznek számos olyan programot szervezni, ami összekovácsolja a közösségeket. Az évnyitókon pedig fontos gondolatokkal indították útjukra a tanulókat. A tudásátadáson kívül a jóra nevelés, az empátia erősítése nagyon fontos a számunkra, és a családias légkörünket kihívás lesz megtartani. Tehát ez az, ami egy picit nehezebb lesz, hogy amit eddig kevesebb fővel meg tudtunk csinálni, azt most 282 fővel kell, hiszen azért jönnek hozzánk ezek a tanulók, mert pont ezt keresik egy iskolában. Tehát ez egy picit kihívás lesz, de én úgy gondolom, hogy a kollégáim föl vannak erre készülve, és az új kollégákkal kiegészülve teljes a tantestületünk, és alig várjuk, hogy a gyerekekkel foglalkozhassunk. Keszthelyen a Csányszendrei iskolában 745 diák kezdte meg a tanévet, az Egriben 252-en, a Ranolderben 160-an és az Életfa iskolában 119-en ültek be a padokba. A Családiskolában 116, a Zöldmezőben 93 általános iskolás diák van. Az Asbúrban 822 tanulónak, a Vajdában 452 diáknak csengettek be. A VSK-ban 346-an, a Közgázban 296-an, a Premontreiben 282-en kezdték meg az iskolát. A zöldmező szakképzéseire 72 diák jár az idén.